Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és egyedül a héten először. A saját csatornámon egyedül vagyok a héten először, de hát megtoltuk itt a közös videókat, mert nagyon jó ötleteink voltak, nagyon is élveztük, úgyhogy kellettek. Most viszont azt találtam ki, hogy az elmúlt eddigi összes FIFA 365 szériát megnézzük az albumokat, hogy mégis hogy nézett ki, mennyit fejlődött a dizájn, csapatokban kik vannak, kik igazoltak el, viszont nem egy videóban, mert több órás lenne a videó, így se fogjuk átlapozni az összes albumot, és az idei album azért nincs itt, mert azt már bemutattam a csatornán, az még elég friss, úgyhogy inkább a régebbiekre koncentrálunk, úgyhogy egy 2-3 részes videó lesz, jövő héten érkezik majd a második rész, amikor még régebbi FIFA 365 szériákra megyünk. Most itt van a 22-es, ott van alatta a 21-es, illetve ott van még a 2020-as. A 22-es, illetve a 21-esről is szerintem volt album bemutató a csatornán, a 22-esről biztosan. Úgyhogy srácok, én nem akarom húzni. Nézzük meg, hogy mégis a 2022-es album FIFA 365 hogy nézett ki. Hopp, egy kis XXL Limited ide el van rakva. Itt van ugye a Rare oldal, ez mindegyik 365-nél, az elején van, ha jól tudom. Amúgy a topmesterek itt is nagyon jól néztek ki, Ronaldo még Juventusban, Jézusom, azóta megjárta a Unitedet, és most pedig Szaúd-Arábiában van. Van itt nekünk Lewandowski Bayernesként, és igazából mindenki más a helyén van, úgymond. Jó, Dortmundban Haaland, hát igen, Delikt is Juventusban, azért itt már az igazolások ugye mostanra nem pontosak. Panini itt azt találta ki, hogy egy csapat 9 kártyát kap logó középen, ami így van a 2020-asban is, és így néznek ki a teammate-ek. Nem úgy, meg szerintem itt a teammate nagyon jól nézett ki, és hopp, egy hiányzó. Hopp, egy hiányzó, hogy történt egy kis baleset vele. De szerintem elég korrekt. Menjünk át a csillogósokhoz. Szóval jönnek a fenszek, ezzel a vegyes színezéssel voltak ugye, posztok szerint, itt a Shakhtar a véget ér, ugye a védők piros hátteret kaptak, a középpályások sárgát, a kapus az linát, a támadó pedig zöldet, és utána jöttek még a Titanok, de mindjárt kinyitjuk a régebbi albumokat is, hogy mégis mi a helyzet, és tényleg voltak itt international sztárok is, azt hiszem, hogy igen, ott van, a VB-re készülvén, betett a Panini pár International Star kártyát, de itt is a csillogása teljesen jó. Limitedek, elfektetett dizájnnal voltak, most pedig állítva vannak ugye az új szériánál. Nagyon sok DVSC, és ugye a Debrecennek már idén nem voltak limitáltjai, Fehérvárnak még vannak, de messze nem ennyi, amennyi idebe van pakoló, hanem csak 6 darabot lehet plusz az XXL csapat felállást összegyűjteni, és illetve itt van még a többi limited is, de nyissunk ki egy egyel régebbi albumot, menjünk vissza a Rare-ekhez, és nézzük meg, hogy a topmasterek mennyit fejlődtek. Ugye ez a 2021-es album, és így, íme itt vannak. Amit nekem kifejezetten tetszik, ez az arany dizájn. Kár, hogy nem volt dombornyomot, az még nagyon sokat dobott volna rajta, de ez a megtört, mint a kickoffnál a Jewel, mindig ezzel példálozok, kialakítás dizájn se csúnya, de valahogy nekem ez jobban tetszik, kár tényleg, hogy nem dombor nyomot. Itt is azért van még Pogba, United, Messi, Barca, Leva, Bayern, Ronaldo, Juventus, ott van Ramos, Real mezben, hát azért igen, mennyit változott azóta a világ, és láthatjátok, hogy itt elkezdtem felragadni az oldalszámozást, pedig amúgy nem tudom miért büntettem magam ezzel ide az aljára. Na mindegy, és itt volt egy nagyon érdekesség, hogy a Panini azt találta ki, hogy egy logó, két csillogos egy csapatból, és így megyünk végig az összes csapaton. Szépen sorban, még Klub Amerika is benne volt, meg Schalke, meg Lazio, ami azóta inkább egy FIFA 365 széria közelébe se voltak ezek a csapatok. És utána meg posztok szerint tették az albumba a kártyákat, és így totál elcsúszott, hiszen betettek 12 kapust, utána jöttek a védők, mindegyik ugye poszterin ugyanolyan, tehát a védő piros hátteret, a középpályások sárgák, a támadók pedig zöldet kaptak, de nem vitték végig, hanem jöttek a középpályások csapatok szerint random eloszva, például itt van két barcás, utána négy reálos, teljesen érthetetlen, Rakitic még a Barcelonába, az is elég kemény, vagy nézzük meg a Unitedet, 6 darab United középpályást is belepakoltak, úgyhogy eléggé fura. És hogy elcsúszott egy kártyával, kiráz a hideg konkrétan.
Aztán ugye a támadók, Griezmann, Suárez Barcelonában nagyon kemény. És utána megint az, hogy van egy Wunderkid, kettő csillogos. Teljesen fura. Már akkor se értettem, amikor ez a széria megjelent. Ugye ez volt az Euro 2020 után, hogy ezt miért így találták ki. De azért a Time Machine kártyák, azok nagyon brutálisak. Próbálok egy olyan International Star, na. Csak ugye itt meg válogató vannak, szóval próbálok a kettő ugyanolyan kártyatípust keresni, de mindjárt jön is, hiszen itt vannak a Titanök. Ahol van aztán középpályás kapus meg védő is bőven. És elméletileg itt is vannak Titanök, így van. Így. Ennyit változott a design, azért elég sokat. És ami úgy üdvözlendő, mert nem ugyanazt a dizájnt vitték végig. Úgy kicsit itt olyan egy-két játékosnál olyan kicsit bénának érzem, hogy van ez a vastag fehér körvonala. Hát legalább akkor világítanak a kártya, vagy nem tudom, olyan nagyon furán néz ki. Jobban tetszik ez, amikor van egy enyhe árnyék ott, és így kész. Ennyi a design. De rá is nézzünk a limitedekre, ha nem esne össze itt az album. Itt is ide lapozok a limited szekcióról. Itt ami külön tetszett, ez a stadion kártya, meg ilyen taktika kártyák. Azok nagyon menők voltak, kár, hogy most már nincsenek. Minifilm dobozból ki lehetett gyűjteni. Sajnálom, hogy elengedte a Panini ezt erre a szériára. Itt vagyunk a Fehérvár Debrecennél. Nézzük meg ezt. Júj, meg hát itt a gold kártyák, eszméletlen durvák az eddigi világbajnokságoknak a plakátjai. Milyen fura, hogy már egy évvel ezelőtt a Panini világbajnokságos kártyákat tett be, de rettentően jó. És itt egy-kettő nagyon ritka is igazából. És a trófeák, azok is nagyon királyok. Limitedek ugyanúgy elfektetve, Haaland ugyanúgy Dortmundban, hogy Sancho is. Itt van kettő dupla, Gnabry kétszer benne van, azt nem tudom miért. Itt mennyi dupla van? Aguero is kétszer, ezt valamiért így rendeztem be. De hogy miért, azt nem tudom. Na mindegy, itt vannak a fehérváriak. A debreceniekkel. Hát nem tudom őszintén szólva, hogy melyik limitet tetszik nekem jobban. Lehet, hogy ez az arany. Az mégis valahogy olyan extrábbnak tűnik, mint ez a sok limited edition feliratos kártya itt ebből a 22-esből. Érdekes. Ezt össze is csukom. És itt a végén van még egy-két prémium elszorva, de hát itt azért messze nem 100% a limited rész. Igazából egyik albumomban se 100% a limited rész, de Icardi ott van még a PSG-ben, de hát azt azért elég nehéz kigyűjteni 100%-ra. Na nézzük meg egy korábbi albumot, amiről még nem is volt videó, mert én ezt már bőven a széria után kezdtem el gyűjteni, blistereket vásároltam innen-onnan, amit találtam a neten, úgyhogy ha kinyitom, látjátok, ezt kaptam tőletek, meg talán még egy, de egy Topmastert biztos, hogy nyitottam én. És hát amúgy ez a Topmaster design jobban bejön nekem, mint ennél az albumnál. Menjünk oda egy csapathoz, ahol azért viszonylag sok kártya van, itt a Liverpoolnál, és vizsgáljuk meg a teammateket, bár, hát igen, itt azért kikeresni ebből a vegyes albumból egy Liverpoolit, hogy itt el volt rendezve, az mondjuk jó feladat. De ennél azért kicsit könnyebb lesz. Hol a Liverpool? Hol van? Itt lesz. Na. Így néz ki. Mennyit változott? És megmondom őszintén, azt szerintem a 2020-as a legszebb a három közül. Aztán persze majd, ahogy megyünk vissza az évek során, lehet egy másikra mondom ezt. És de viszont itt ez a logó jobban bejön nekem, mint az ott. De a teammate az nálam messze a 2020-asnál a nyerő, itt a három album között. Összecsukom ezt a 21-eset is, és azért lapozzunk itt még bele. Itt van még a City, Aguero-val, Jesus-szal, Sterling, Zané, te jó ég! Hát konkrétan most így hirtelen ránéztem, és így, ezt, az öt kártyát, most ott már ezt nem, de hamarosan őt is, el lehetne tüntetni a City-ből. Nagyon kemény, Lingard, még a United-be, Sanchez, hát azért itt Matic, Pogba. Na ez most nagy időutazás. Diego Costa, még aktív játékos volt. Jézusom, Barcában meg ilyenek játszottak, hogy Arthur, Coutinho, hogy nem vált be, döbbenet, Langley, komoly, komoly. Toby Doe, mint Wunderkid, azért vannak itt nagy meglepetések, Casemiro a Realban, Gareth Bale, Isco, hát azért igen.
Ez a durva. Na jó, menjünk tovább. Juventusnak még ez a ketté osztott ilyen fehér-fekete mez. Ronaldo már akkor itt volt. Ajax, Napoli is benne van. Napoli se volt azóta úgy FIFA-ra 65 kártyás szériában, hogy a Palmeiras sem. És jönnek a csillogósok, és ami nekem kifejezetten szerintem azért tetszik ez a legjobban a három album között, mert úgy néz ki, mint az egyik kedvenc szériám a sima Euro 2020, mert ott voltak ilyen defensive rák meg goalstopper kártyák, amiknek hasonló volt a dizájnja. Nagyon tetszik, hogy ott van a stadion, egy stadion a háttérben, illetve a lelátó meg van csinálva a csapatra, ami viszont egy olyan mínuszpont, hogy nem a csapatnak a saját szurkolói meg stadionja van berakva, de azért nem rossz. Depay még Lyonba, illetve Neymarról is egy fiatalabb kép, Ziyech Ajaxba. Nagyon komoly. Aztán utána jönnek ugye ezek a Dynamic Duo kártyák, meg Power Triók. Azért kár, hogy ilyenek mostanában nincsenek. Válogatottak női válogatott kártyák, ugye most pont van már női VB széria is forgalomban. Van itt, hogy ez miért így adta ki, azt ne kérdezzétek. Hogy miért nem lehetett végigvinni a portugálokat, na mindegy. És a limitedek, nekem a állított limited edition kártyák jönnek be a leginkább. Ezek a fektetettek annyira nem tetszenek, de ezek az állítottak mindig nagyon el vannak találva. Itt is volt már ugye DVSC, nem is egy kártya van, de ha jól nézem, van még dupla is, igen, itt vannak már a duplák. Illetve volt Fehérvár is, abból is két kártyát sikerült összeszedni. Hogy így néz ki ez a 2020-as album. Ha srácok, ez lett volna, tényleg így végiglapozni nem terveztem őket, mert rettentő hosszú lenne a videó. És majd a következő part 2 videóban jövő héten visszamegyünk megint három korábbi albumra, hogy megmutogassam nektek, hogy azok hogy néztek ki. Kommentben írjátok le, hogy ti melyiket gyűjtöttétek, illetve melyik tetszik nektek a legjobban itt a három közül. Ha srácok, holnap találkozunk egy jó kis bimbazüldös kihívás videóban. Renátóval toltunk, hát annyira nem volt finom, és ezzel lehet, hogy sokat elárultam. És srácok, találkozunk holnap, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Holnap találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!